Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim! Szeretettel köszöntjük Önöket a Dohmányi Ernő Zeneiskola művésztanári hangversenyén. És felkérném Petrovaj László programmester urat, hogy köszöntse Önöket! Nem mondtam ilyen napra. Tisztelt közönség, tisztelt művésztanárok! Először hivatalos részt veszünk minden iskolázatban előben. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, és kívánok Önöknek jó szórakozást, és akkor innen pedig jön egy kicsit a magánrész. Réppel az intézményvezető asszonynal arról beszélgettünk az előadás előtt, hogy ennyiként szerint ez volt az első nyilvános megjelenésem 2019 végén. Itt mondtam első beszédet, ugyanígy egy művésztanári hangversenyem. És akkor így papírból készülve, meg nagyon megírásodott fel, és úgy gondoltam, hogy már nem leszek megjelentődött. De ez aztán kiderült, hogy nem igaz, mert valahogy úgy van vele az emberek, hogy művészek közelében csak megjelentődnek. A művész és az egyébként a dolgát végző ember között valahol hatalmas különbség van. A művész tehetségben van megállva, valakinek kitölt talentummal. És a talentummal fizettek, és annak idején ez egy fizető eszköz volt. Úgyhogy ez valami olyan képesség, ami a lehetség, a talentum, ami többre teszi képesség, mint az átlagember, és ennél fogva az átlagember nem is tudni, hogy kerülnek a képességek a birtokában a művész. Ráadásul a művésznek két képessége van szerintem. Az egyik az a virtuózitás, tud bármi azon az eszközzel, ecsettel, hangszerrel, bármivel, ami által ő művet tud alkotni, de ez szerintem nem elég, azért is van nekünk egy szóvirtuózitás, mert a másik dolog, hogy tudjon átadni érzéseket. Azzal, amit létrehoz, azzal tudja valami olyan különlegeset adni, amit anélkül nem lehetne. Azt kívánom, hogy ma ezt este ezt tapasztalják meg, és élvezik ezt a különleges élményt, amit csak a művészet tudnak átadni nekünk. Jó szórakozást kívánok mindannyiunknak! Mindig elfelejtem, de gyönyörűek a részés. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Heinrich Ignaz Franz Weber 1644-ben a csehországi Wartenbergben született. Zenei tanulmányait a helyi tanító, kántor, organistánál végezte. Később az olmüci érsek szolgálatába állt, majd 1670-ben váratlanul Zárkóba költözött, ahol hercegérsek szolgálatába szegődött és karmesterré nevezték ki. Zseniális hegedű virtuóz hírében állt, zeneszerzői életművel ugyancsak rendkívüli. 1690-ben nemesi rangra emelték, asztalnoki rangot kapott a császártól. Weber hatalmas életművet hagyott az utókorra, egyebek mellett két rekviemet, miséket, hegedű szonátákat és asztali zenéket. Az asztali zenékről majd később szólok egy pár szó. Weber negyedik szonátáját fogjuk hallani, előadják Ács Ferenc hegedűn, Igricz Balázs trombitán, Sánta Beatrix zongorán, Utas Mária Anna kordonkán. Fogadják őket szállt.
aki rangról és az asztali zenéről csak annyit mondani, hogy már a bibliai időkben ből maradtak fenn lejegyzések erről a zenei funkcióról, amiben tehetős polgári családok, vagy hát olyan törzsi családok, akik megengedették maguknak, már zenével is próbálták tetőzni a itt is gyönyörű és csodálatos lakomát. Tehát nem utcai zenészként, hanem asztali zenészként. A zenésznek ez egy paradicsom volt, szó szerint is valószínűleg. Jó tettek itt, és jól érezték magukat. Én azt gondolom, hogy az asztali zenét, hát most ne jegyzeteljenek, de szerintem akkor találták föl, amikor az asztalt. Ez így lesz egyszerű. Ludwig van Beethoven 23. hegedű szonáját 1800-ban komponálta. Ebben a szonátában mutatkoznak meg először Beethoven Kreutzerrel és a franciaországi hegedű technika újításokkal való találkozásának eredményei. Megfigyelhetjük, hogy nagyobb dinamikai skálát és a hegedű addig tőle szokatlan hangszínei, regiszterei és vonásait alkalmazta ebben a darabban. A szonátát Moritz von Friesgrófnak, a monarchia egyik leggazdagabb emberének ajánlotta, aki a művészetekért rajongó és azokat támogató bankár volt. Beethoven kidolgozott egy jövedelmező módszer, melynek során egy-egy új művét művészpártoloknak dedikálta fél vagy egyéves kizárólagos előadási és birtoklási jogért cserébe, majd a letelt idő után jelent csak meg a következően Ludwig van Beethoven 23. álomszonátájának első tétele, Javier Blanca hegedű és Gigi Sin zongora előadásában.
zeneszerző és kubola művész volt. A párizsi konzervatórium professzor. Anna Tül és Allegro Scherzando című darabja 1960-ban jelent meg. Anna Tül tele van buja lírai részletekkel, megmutatva szólista szín és tónus képességét. A második fele erősen ritmikus és élénk. Kritikusok véleménye szerint a darab kacérkodik a kortárs irányzatokkal, de alapvetően konzervatív marad, hogy bemutassa a játékos lírai és technikai képességét. Most hallgassuk meg Philip Gobert, Nocturne és Allegro Scherzandóját, előadja a Tassoni Zsolti fuvolán, zongorán közreműködik Balogh József.
Jó, Ilyich Csajkovszki világszerte ismert, a modern zene történetének legnagyobb orosz zeneszerzője. Számos zongora művek közül a komponálás észjöpüki szakaszaiba tartozó Dunka, alcíme orosz falusi képek, mélyen tragikus, erős orosz nemzeti bűzű zongorára. Csajkovszki ellentmondásos élettani karaktere tükröződik, ami lassú, szomorú és a gyors és szenvedélyes jeleneteiben. A Dunka alapvetően a klasszikus orosz népdal zenei felépítését követi három részben. Csendüljön fel a mű, zongorán játszik, Ehiro Mata.
kívül a Michelin vezetőjét. Meg hamar legközelebb. Jörg Petrovics mondom, a számos szláv és skandináv népdal feldolgozása révén termékeny szerzője volt a harmonika repertoárnak. Ez a lélegzettel állító, szinte eszeveszett szkerco tokkáta rendkívül népszerű harmonikások körében gyakran játsszák nemzetközi versenyeket. Egyébként a Bayern Virtuos Friedrich Knips számára írta a művet egy 1979-es genfi verseny alkalmából. Most következzen Piotr Romanov szkerco tokkátája, előadja Szacka Zsanett Bayernon. Hogy mi a Bayern, azt majd teljes terjedelmükben most a forradalom idején, valamint tucatnyi szonátát, duettet és triót.
Most hallgassuk meg François de Vienne első triójából a rondó, második triójából pedig a presto vétel. Előadják Szigeti Zsolt klarinéton, Szigeti Széles Tímet Rácsán és Török Beáta Gordon. Thank you.
Thank you.